Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Most, kedves nézőink, ahogy beszámoltunk róla, szombaton rendezte meg hagyományos galamb és kisállat kiállítását az Alba Régia Galamb és Kisállat Tenyésztő Egyesület a Volán telepen. Nagyszerűen sikerült, immáron 36. alkalommal került megrendezésre, 1982 óta folyamatosan, és már akkor gondoltam rá, hogy ez egy jeles alkalom, és ahogy akkor is elmondtuk, azért is jeles, hiszen 6 évtizedes múlttal büszkélkedhet ez az egyesület, 60 esztendős ebben az esztendőben, 1958 májusában alakultak meg, vendégem pedig az egyesület lelke, az egyik lelke Bárány István, aki menedzserként segíti az egyesület munkáját, és természetesen tenyésztőként, és sok minden más is fűződik a nevedhez. Szervusz, köszöntelek! Köszöntelek, és tisztelettel köszöntöm a Fehérvár TV nézőit is. 1958, és utána majd rólad fogunk beszélni, hiszen az nagyon fontos, hogy egy Gödöllőn végzett agrármérnök miként kötelezi el magát a galambtenyésztés mellett, és hogyan jut olyan szintre, hogy azt hiszem, hogy a legmagasabb szintre, ami elérhető ebben. De egy kicsit foglalkozzunk azzal a régmúlt időszakkal. Mégpedig azért, kedves nézőink, mert megjelent ez a kötet, vagyis ez a könyv, amely az Egyesület 60 éves történetét mutatja be, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes olvasmány. Nos, tehát akkor térjünk vissza. 1958-at írtunk, Budapesten megalakult a Röp, Dísz és Haszongalamb Tenyésztők Szövetsége. Igen, tehát 1958-ban egy szétválás folyamataként létrejött ez a szövetség, a másik szövetség a Magyar Postagalamb Sport Szövetség lett. Ez azt jelenti, hogy a szervezett magyar galambtenyésztés az 1800-as években, 1882-ben konkrétan a Kolumbia kör megalakulásával vette hivatalos formáját. Tehát 1958-ban vagyunk, Székesfehérváron megalakul a V61, ez azt jelenti, hogy vidéki és 61-es sorszámmal bíró egyesület, illetve megalakult mellette még a V35 is. Ez a V35 későbbi évek folyamán aztán felmorzsolódott és maradt a egyedüli formációba a V61 napjainkban ma már Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete. De Székesfehérvár és Fehérvár megye galambász története nem ekkor kezdődött. Az 1930-as években már jelen volt Fehérvár megye baromfi és nyúl és galambtenyésztő egyesülete néven olyan neves tiszteletbeli elnökökkel, mint Gróf Károly József, Nádasdy Tamásné neve alatt. Tehát ez nagyon fontos. Ugye 15 tagú volt ez az egyesület. Az a fontos, hogy megalakultak, ugyanakkor kérdezem, hogy akkor még legendás volt az állomány is. Legalább, illetve nem volt annyira felmérhető. De miért csak 15 tag volt vajon akkoriban? Ez a klasszikus magyar mentalitásból adódik, kivártak. Tenyésztők kivártak, hogy mi lesz. Ugye mondtam, két egyesület alakult, várták, hogy melyikbe érdemes belépni, várták azt, hogy egyáltalán érdemes-e belépni, és amikor ez a tudat eljutott odáig, hogy egy konkrétan megfogalmazott a belépési szándék, akkor egymás után léptek be az egyesületekbe, és növekedett a létszám. Volt olyan időszak, a V61 Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesületnek, amikor 100 fölött volt a létszáma, most olyan stabil 50 fő fölött vagyunk. Igen. Hogyan lehet fejlődni? Hiszen nézzük, hogy volt, aki abszolút amatőrként szállt be, és voltak, akik folyamatosan a jószerivel az életüket tették fel arra, hogy olyan tenyésztők legyenek, akikre felnéz az ország ebben a körben nyilván. Megnyeréssel. Tehát az embereket el kell hitetni, el kell fogadtatni azt, hogy érdemes szervezett keretek között végezni. Miért érdemes szervezett keretek között végezni? Ennek több oka van. Az egyik az, hogy az egyesület, mint a nevében is bent van, az egyesülés. Az mindig egy plusz energiát tud felszabadítani. Konkrétan mire gondolok, most lesz Dániában az Európa kiállítás, oda a galambokat közösen az egyesület tagjainak elszállítatjuk. Budapesten egy gyűjtő fuvarozás, és akkor úgy mennek a magyar galambok ki Dániába. Na most ezt, ha valaki egymaga akarná megcsinálni, lehetetlen. Nyilvánvaló. Hogy fejlődött esztendők során a magyar, általában a magyar galambtenyésztés? A galambtenyésztés, mint sok minden ez a magyar történelemben, ilyen hullámzó
tendenciákat mutat. Ugye a városiasodás folyamata az magával vont egy valamiféle elidegenedést a természettől. Egyre távolabb kerültünk, de az ember az mindig vonzódik, mindig visszatekint, mindig vissza akar jutni odáig, ahonnan valamikor indultak. És ennek egyik nagyon szép példánya a galambtartás, tenyésztés. Na most a kezdeti heves lendület az az 1800-as évekre teendő, amikor úgymond felnyitotta a fejét a magyar galambtenyésztés, az előző években, évtizedekben, évszázadokban kialakult hazai galambfajtákat egyre jobban kezdtük Európa szerte megismertetni. Majd aztán ismert történelmi okok, ugye első világháború, aztán a trianoni békediktátum, ahol nagy területek elszakadtak, ezzel együtt természetesen galamb és kis állattenyésztők is, azon kívül a második világháború. Ezek mind-mind megakasztották ezt a folyamatot, de aztán mindig egy-egy újult erővel, egy-egy újult vezető társasággal mindig sikerült ezeket a kátyukat kikerülni, átmenni rajta. És ma azt kell mondanom, hogy ha nem is azzal a nagy vehemenciával, de a magyar galamb és kis állattenyésztés mindig ott van a társadalomban. Azért például a székesfehérvári vonatkozásban mondanám, nem hiszem, hogy ezen a néven, még egyszer hangsúlyozom, mert előtte már volt egyesületünk, de ezen a néven nagyon sok olyan civil szerveződés lenne Székesfehérváron, amelyik 60 éve egyfolytában folyamatosan végzett. Most elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy azt kérdezem, hogy a te szakmai életutad, a galambász szakmai életutad hogy kezdődött? Mi volt az inspiráció? A nagybátyám, ő pár éve volt idősebb, sajnos már meghalt, Keller Ferenc, postagalambász volt, és szegényre mindig ő letestáltak rá, hogy itt az öcsi, és akkor vigyázzál rá. És hát mit tudott csinálni, ha ment a galambpáltra, vitt engemet is. És ilyen 5-6 éves koromban már rendkívül érdeklődést tanúsítottam a galambok iránt, természetesen ezt nem beszéljük még tartásról, tenyésztésről, de a későbbiek folyamán aztán elkezdtem. Megszakította ezt a középiskola, aztán utána, mint sikerült olyan helyzetbe kerülni, hogy magyarul családjázat építettem, ott új út erővel jött elő ez a galambszeretet, és hát mondjam azt, hogy egy kicsikét úgy megnyílt előttem a világ, és akkor jöttem rá, hogy nagyon sok olyan szép galambfajtánk van, amelyik nem kapja meg ezt az erkölcsi megbecsülést, ami kijárna neki, és ilyen volt többek között az akkori időkben is a székesfehérvári bukógalamb. Igen, de a gödöllői felsőfokú oktatásban eltöltött idő, az mennyit segített ebben? Vagy hogy járult hozzá? Gödöllő adott nekem egy pluszt. Az évfolyam társaim tudták rólam, hogy egy ilyen... Hogy itt van Bárány Pista az elvarázsolt? Elvetemült galambász, tehát némelyik úgy mondta. Tény és való, hogy nekem az életem nagyon sok szegmensébe előfordul a galamb, megjelenik, és talán az általánál kicsit többet áldoztam rá, nem bánom. Én nagyon örülök neki, hogy sikerült. Sikerült, még egyszer visszatérek a városunk galambfajtájára, székesfehérvári bukott világszerte. Ez a legfontosabb, igen. Igen, ez az egyik legfontosabb. Azon kívül sikerült a magyar galambfajtákat is egy olyan mélységbe megismertetni, amelyik számomra öröm. És ami engem elsősorban érdekelt, őszintén megmondom, egy ilyen adatgyűjtési és hogy mondjam, szakmatörténeti ismeretek után, tehát galambász szakmatörténeti ismeretek után sikerült összehoznom néhány könyvet, amelyik és hadd mutassam be a legújabb megjelent könyvet, amelyik egy szombathelyi biológus, múzeológus kolléga segítségével, Dankovi Zsóvet segítségével hoztunk tető alá, természetesen az Agrárminisztérium támogatásával, melyet ezúton is köszönök. És a galambtenyésztés nekem ad egy pluszt a mindennapok őrlésébe, én ott ki tudom pihenni magam. Beszéljünk a székesfehérvári bukógalamb, én azt gondolom szárnyalásáról mondhatjuk ezt, hiszen ez egy olyan fajta, amely egyedülálló. És ráadásul a nevére is nyugodtan lehetünk büszkék, és ez jó részt neked, nektek köszönhető. Én örülök neki, hogy a székesfehérvári bukó megkapta azt a rangot, elismerték, amelyiket megérdemel. Nagyon sok magyar galambfajtánk van, és nagyon sok más nációk galambfajtáját lehetne most dicsérni. Hadd egy kicsit hadd húzza haza a szívem, és a székesfehérvári bukónak az erényét hadd csillogtassam. Mindenféleképpen egy örömteli dolog, hogy itt évszázadok alatt székesfehérvári polgárok, parasztemberek beosztástól függetlenül
hozták létre ezt a fajtát, saját, elsősorban saját gyönyörködtetésükre. Ugye az 1800-as, 1700-as években azért még nem úgy volt, hogy bekapcsolom a tévét, az internetet, és akkor megnézem, hogy mi van a nagyvilágban, akkor még úgy volt, hogy egy adott szüket területen létrejöttek értékek. Lehet ez a balinkai káposzta, világos, vagy a mezőkomáromi duránci barack, de itt Székesfehérváron a Székesfehérvári bukóvalam jött létre. A szépség és a szórakoztatás volt együtt, ugye a szépségben gyönyörködni lehetett, a bukásokban pedig egy kicsit szórakozni, és elindult a vetélkedés, egy nemes vetélkedés, melyik kinek szebb a kalambja, kinek bukik jobban a kalambja. Az akkori fősővárosi porták, de az később létrejövő alsóvárosi portákban is majdnem minden kalampá, majdnem minden házból volt a kalamb. Nekem egyébként a bukógalamban az egyszerűsége tetszik. Tehát annyira, tehát méltóság teljes, olyan, ahogy azt mondom, a Picasso megfestette, csak nem fehér. Örülök neki, hogyha így látod, és ez nekem egy örömteli dolog. Tény és való, nem arra törekszünk a Székesfehérvári bukó kitenyésztésénél, hogy extimitást vigyünk bele. Nem, a maga egyszerűségében ugyanolyan látod. Én nekem mindig egy kicsikét a királyi koronát eszembe juttatja a fésű. Szoktam poénkodni, hogy a királyok városa a galambok királya, de hát ez csak szükebb galambász szakmai körbe szoktam elengedni. Az tény és való, hogy a székesfehérvári bukó kitenyésztésénél mindig egy olyan galambfajta volt, lebeghetett a kitenyésztők előtt, amelyik önmagát fent tudja tartani, nagyon jól örökíti a kialakított tulajdonságait, és még egyszer mondom, gyönyörködteti a gazdáját. Mi a legfontosabb tulajdonsága? Tehát külsőleg, illetve mi az, amivel több, vagy éppensége nem több, de más, mint a többi galambfajta? A mai világban már azt mondom, hogy az egyik különlegesége az, hogy saját maga szaporodik. Az extremitásban egyes galambfajták, de nem csak galambfajták, más állatfajok is eljutottak, kutya, macska, egyéb, hogy szaporodási problémáik vannak, illetve nevelési problémáik vannak. A székesfehérvári bukó bármikor, bármilyen körülmények között, normál körülményekre gondolok természetesen, képes saját utódot létrehozni, felnevelni, ami különlegesebb a galambfajtában. Az a különleges, hogy egy olyan rajzolata van az úgynevezett szívrajz, az egyik változatának, amelyik jellegzetes, nagyon gyakran Kárpát-medencei előfordulása vissza, mert nagyon sok szíves rajzú galambfajtánk van a Kárpát-medencében, amelyik ezt a mintázatot viszi. Ugyanakkor egy olyan jellegzetes fejformája van, azt azért tudni kell ahhoz, hogy egy fajtát elismerjenek, ahhoz legalább 5 más fajtától eltérő jeggyel kell rendelkezni. Ezt egyébként nagyon nehéz produkálni, és hát tulajdonképpen úgymond ezt bizonyítani is kell. Mi annak idején egy komoly elismertetési folyamat részeként tudtuk Magyarországon elismertetni, utána pedig az Európa Szövetségbe, és az Európa Szövetségbe tudomásul kell venni, hogy a létrejött új államok, tehát gondolok itt elsősorban a délszláv balkáni államok, szinte versenyt futnak azért, hogy egy-egy galambfajtájukat, egy-egy más állatfajbahoz tartozó fajtájukat elismerjék, mert ez is a nemzeti identitásukat azért egy kicsikét befolyásolja. Igen, hát Jugoszláviából lett 5 tagköztársaság. Beszéljünk a többi galambfajtáról, hiszen ha hozzátesszük, hogy egy egyesületet bizonyos értelemben a szakmai tudás mellett nyilván különböző versenyeken, kiállításokon való megjelenés reprezentál, és a díjak, amelynek ugye a fehérváriak nincsenek hiány soha, és nem csak a bukógalambokán. Melyek azok az elterjedt fajták, amelyekkel foglalkoztak, és érdemes kiemelten foglalkozni egy ilyen egyesületnek? Érdekes módon az egyesületben elsősorban valahogy az amerikai és a német galambfajták kaptak nagyobb tenyésztői teret. Gondolok itt a King galambra, ugye, amely királygalambot jelent, gondolok itt az amerikai óriás postára, gondolok itt a német Strasserra, de gondolatok a francia Mondéra is. Rendkívül sok tenyésztője van. Vélhetőleg azért ennek van egy előnye, ezek nem röpgalambok. Tehát viszonylag kisebb helyen, kisebb veszteséggel tartatók, mert valljuk be őszintén, a röpgalambok vesztesége az egyes években elérheti a szaporodott akár 50%-át is. Részben ugye a ragadozó madarak hatékony kártétele, a mi szempontunkból kártétele természetesen. Azon kívül pedig, hát tetszik, nem tetszik, van egy veszteség, olyan veszteség, hogy eltéved a galamb. Divat ma galambásznak lenni? Kérdezem ezt azért, hiszen
gyakran egyesületek, általában állattenyésztésben ez rájuk vonatkozik, azzal a gonddal küzdenek, hogy egy generáció mintha kimaradt volna. Egy generáció tény is valahogy kimaradt, itt is. Ez azért több dolognak betudható. Hogy divat-e magolombásznak lenni, így nem mondanám, hogy divat, hál' Istennek viszont azt mondom, hogy kopogtatnak fiatal emberek, és néha lányok is, akik meg is maradnak. Én mindig el szoktam mondani, hogy Soponyán lakik Barát András, ő 30 év körüli fiatal ember, most már két gyerekes család, apa például háromszoros Európa győztes. Na most, ha rágondolok, akkor mindig olyan kis szívet melengető dolog, hogy Andrist, hál' Istennek az elején segíthettem ebben a folyamatban. Ma már úgy kell mondanom, hogy ezen a téren kinőtt. De örülök neki, hogy kinőtt. Ez nagyon jó, ahogy mondod. No, tehát akkor vagytok elegen. Hát, nem vagyunk soha, elegen. Soha nem, igen. De ez az 54 fő, aki jelenleg foglalkozik ezzel, azt hiszem, hogy ez egy jó létszám, ha megnézzük, hogy mi minden vonja el mostanság a fiatalok figyelmét. Mi kell a galambász léthez? Pénz, paripa, fegyver, tudom én. De nézzük meg, hogy kezd egy kezdőnek, ha kedvet kéne csinálnunk, akkor milyen tanácsokat adnál neki? Gondolat. Tehát az első dolog a gondolat, eljutni odáig, hogy én valamilyen szinten felelősséget vállalnék egy állatért. Ez nagyon, tehát felelősséget vállalnék. Utána a kérdésem az, hogy miért. Lehet ez akváriumi hal, lehet ez galamb, lehet ez kutya, lehet ez macska, lehet tengeri malac, nagyon sejt. És akkor eljut valaki odáig, hogy őt a galamb fogta meg, valami fog, van, akit konkrétan egy fajta fogott meg. Van, akit a galamb fogott meg, és erre nagyszerű alkalom ez az október 23-án általunk megrendezendő bemutató, ahol, mikor ott voltatok, akkor is jó néhány gyerek. Hát a töpörtjük kicsik, nagyobb tátott szájjal jönnek. Igen. Ugye ez esztendőre itt van, én mindig rácsodálkozom, és akkor rájövök, hogy Uramisten, hát mi a falusi gyerekként nőttem fel, a háztetőn láttunk maximum galambot, ők pedig lehet, hogy ketrezben, de azért rá tudnak csodálkozni, és azt hiszem, hogy néhányuk majd elindul azon az úton, amelyet ti jelöltetek ki. Hát szeretnénk, igen, és azért az Egyesület, ez most nem akarom dicsérni az Egyesületet, de egyet látni kellett, hogy ezt a rendezvényt teljesen ingyenesen tettük, nem volt belépő. Megbecsült dolog galambásznak lenni Magyarországon? Hiszen sok mindenki tenyész sok mindent, ugye itt beszéltünk róla. Mikor valaki elér valamiféle sikert, mert hát sikernek mit lehet nevezni, egy nemzeti kiállításon mondjuk egy győztes galambja van, vagy egy Európa kiállításon egy Európa champion címet elhoz, és erre azért Székesfehérváron jó néhány példa van, akkor mindig egy kicsikét úgy irigyelt ember. És én azért azt mondom, hogy elsősorban munkát kellene meglátni ebbe, azt az érzéket, amilyen jó ki tudja választani azokat a galambokat, amiket tenyésztésbe vesz, majd amelyiket kiválogat, és amelyiket felkészít a kiállításra. Ez fontos kérdés, így van. No, foglalkozunk egy kicsit külfölddel. Ha összehasonlítjuk a magyar és a külföldi, most teljesen mindegy, hogy nyugatra vagy keletre tekintünk galambászokat, akkor mi a különbség? Mert én úgy tartottam, legalábbis egy csomó ilyen ha valaki állattartó, akkor azt tudja, hogy az jószerivel semmi különbség nincs. Legfeljebb pénzben valamennyi. De a szakmai tudást azt mindenütt megbecsülik egyformán. A szakmai tudás terén a magyar galambtenyésztésen semmiféle szégyenkezni valója nincsen. Nagyon jó felkészült, úgymond szakemberek vannak ezen a területen is. Azért néhány dolgot külön választanék. Igen erős a galambtenyésztésben a német orientáció. Valljuk be őszintén, hogy az Európa Szövetségben is megjelenik ez, és néha nem túl szerencsés helyzeteket produkálva, de hozzáteszem, a németek jobban tudják menedzselni a saját dolgaikat. Részben pénzügyi dolgok miatt, részben a szervezeti formájuk miatt, ott gyakran ilyen kis galambász falvak vannak. Mm-hmm. Tehát vannak ilyen kis területek, ahol egy-egy egyesületi berendezkedésű, ahol van 8-10-15 galambház, és ahol a szervezeti forma is egy kicsikét jobban működik. A pénz azért érek vissza, mert a pénz nem, a galambászatnál nem úgy pénz, hogy nekem a jövedelemhez,
hanem az én kiadásom csökkentéséhez. Igen. Tehát egy Európa Szövetségi nevezési díj, csak mondtam valamit, 12 euró egy galambra. Az, hogy nevezzek 6-ot, 7-et, plusz regisztrációs díj, plusz kötelező katalógus díj, ahhoz, hogy nevezek 6-ot, 7-et, ahhoz azért valamennyi kell. Arról már nem ismerek beszélni, hogy hányan engedhetjük meg magunknak, hogy kijussunk Dániába, mondjuk erre az Európa kiállítása. Nem panaszkodom. Most is kaptunk hozzá támogatást a várostól, és remélem a jövőben is kapunk ehhez, és mi is úgy gondoljuk, hogy nekünk is úgymond a zsebünkbe kell egy kicsikét nyúlni, mert ezért meg a galamboknak ott kell lenni. Igen, hát méltó a város, és fordítva is igaz ez a reprezentációra mindenképpen. Hogyan tovább? Milyen terveitek vannak? Én tagja vagyok a szövetség, tehát a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének az elnökségének is. Nagyszabású terveink vannak, elsősorban a fiatalok megnyerése terén. Ez a könyv, ami készült, ennek az szerzői mindenről lemondtak, ingyen csinálták, és a könyveladásból befolyó közel 2 millió forint, az egy ifjúsági célú alap létrehozását fogja célozni. Meg szeretnénk szólítani a fiatalokat, fel szeretnénk állítani egy kicsikét az internet világából, ki szeretnénk szólítani, hogy jöjjenek, nézzenek. Erre nagyszerű lehetőség lesz a december második hétvégén, ha jól emlékszem, 8-án, 9-én Budapesten, a B pavilonban, tehát a volt BMW területén a B pavilonban megrendezendő nemzeti galamb és kisállatkiállítás, ahol szívesen várok mindenkit. Erről információ az mgkz.hu oldalon mindig található. Jó, erről még fogunk szót ejteni addig. Én azt gondolom, hogy ez egy remek gondolat, és hát mi mást mondhatnék, két emberöltönyi távolságból, hogy legyen még egyszer 60 év, hogy majd az én utódaink és a mi utódaink is tudjanak beszélgetni a adott esetben a 90-120 éves Székesfehérvár galambászat, a galambászok történetéről, hiszen ez egy méltóság teljes nagyszerű dolog. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm, kívánok. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!